Nem mindennapi sportágat választott magának a makói Páffy László. Motorcsónak versenyző is több mint 80 km/h sebességgel szeli a hullámokat. A vízi járművet hasonfekve vezeti a pilóta, bukós is a kis mentő mellény, ami védi a manőverezés során. Ez a hajó egy hidroplán típusú, tehát három pont, a német mondja dreipunkt, tehát három pont érintkezik a vízzel a tappancsok végei, illetve a propeller, ha jó esetben, tehát ha megfelelő sebesség van. De ez egy svéd gyártmányú, Dickfors hajó, egyik legjobb a világon. Ez esetben ez egy veterán darab, ez már 27. évét tapossa. És a motor rajta az pedig egy orosz vagy szovjet, még a Szovjetunióban gyártott vihar, 30 lovas viharmotor, amit átalakítás nélkül van fölrakva, kivéve a víz alatti részt lehet tetszőleges. Azon kívül minden egyforma, éppen ebben a kategóriában, ez a formula a veteránban, mindenki egyforma föltételekkel verseny, ez kivéve a propellerek, meg a hajók, tehát azért magapjában a hajók között is van különbség, mert a gyártók különböző, úgy mint az autóknál több márka van. Itt lehet a különbséget felfedezni benne, meg az emberi kvalitások, tehát ki mit mer bevállalni. A kezdetekben mint szerelő vett részt a bajnokságokon Páffy László, de hamar a sportág szerelmese lett. 2017-ben szállt először vízre az első ránézésre űrbéli járműre hasonló szerkezettel, ami akár a 100 vagy annál több kilométer per órás sebességet is elérheti. A hajó alapja réteget lemez, az alját fenyő bordák erősítik, motorral együtt körülbelül egy mázsát nyom. A vízre szállás, az csapatmunka. Vagyunk hárman, négyen, leteszik a vízre a hajót, én beszállok, behasalok, csinálunk egy indítást, rajtprocedúrát, úgymond 3 perces rajtprocedúra van, 3 perc, 2 perc, 1 perc, ezzel alatt kétszer melegítünk motort, 3 percnél, 1 percnél, amikor ez letelik, akkor van egy 30 másodperces tábla, ami letelik, utána egy piros lámpa kigyullad, és akár a motor, akár az autós forma egybe, piros lámpa kialszik, rajt. És akkor, akkor jön az őszön a nagy szerepük, mert egyetlen rántás annak jónak kell lennie, ha nem jó, akkor vége a futam. Bukós isak, mentő mellény és egy speciális kevlár ruházat védi a pilótát. Szerencsére még sosem esett ki a hajóból László, de vizes már sokszor lett. Érdekesség, hogy a hajót hasonfekve kell vezetni. Ez egy gázkor. Bal kézzel kezelem a gázkort, jobbal a kormányt. Általában egyharmadot fordítunk rajta, az elegendő. Ez egy biztonsági kapcsoló. Úgynevezett bukóslusz. Ha véletlenül verseny, hogy kiesik a hajóból. Ez jó, így rajta van a csuklómon, és ez így be van indetű nyomba. Ez zárja az áramkört. Ha véletlenül kiesik a hajóból, kirepülök, ennyi. És akkor leáll a motort, nem megy ki a néző közé, mert nem okoz balesetet más hajóban, nem ütközik össze. Azonnal leáll. Ez egy aktív biztonsági rendszer rajta. Ez egy fordulatszámmérő, ami csak akkor működik, amikor a motor működik értelemszerűen. Kötelező biztonsági eszköz, evező. Hogyha olyan helyen robbanak le, hogy a többieket ne akadályozzon, akkor ki vagy a partra, vagy be a középre, a két a pályatest belső közepére beevezek, hogy a többieket ne zavarjam. Azért itt nagy látótér nincs benne. Hát igazából nem bújok be a plexi mögé, mert a fejem az kim van, tehát körülbelül itt fölötte van a szemsík, az itt van fölötte. Tehát az nagyon ritkán szoktam bebújni, de azért amikor kanyarra felé közeledünk, akkor inkább kiemelem a fejem, hogy lássak jobban. Páffy László felelevenítette legelső versenyét is, ami a mai napig motiválja őt, ugyanis ahogy szokás mondani, 0 kilométeres hajóversenyzőként dobogós helyezést ért el. 2016-ban vettem a hajót, motort, és 2017-ben indultam az első versenyen, ami ugye az nagyon emlékezetes, mert nem mentem egy körcső előtte vele. És az első versenyen szombat délután csak edzés volt, vasárnap csináltam, a 3 futamból 2-szer második lettem, 1-szer első. Úgyhogy életemben előtte, mondom, egy félkört mentem. Jöttek is ott azért a szlovákok, csehek, nézegették a hajót, és engem is azt tudták, hogy ki vagyok, mi vagyok. Szóval az meghatározta alapjaiba a folytatást.
Utána a nagy cserlésbotlás következett. Azt hittük, hogy a Babis hús aztán nem úgy volt, nagyon nem úgy volt. Technikai sportról beszélünk, ez itt nagyon apróságok közben jöhetnek, és a filléres alkatrésztől kezdve bármi. A tapasztalatlanság következménye az volt, leálltam alattam a motort, hátramentem, megbudjant a kipufogó, bejött a víz, kapott vízütést, a motor kész, szevasz. Azt kuka volt, ki kell dobni, új motor. Tehát ez nagyon sok tanulás. Azt mondta barátom, bajai barátunk, hogy az első téma nehéz. De nehéz ott mindegyik. Tehát rengeteg tapasztalat, így lerakódik, gyülemlik a tapasztalat. És idővel ez átalakul tudássá.